A Pannon Televízió fél hatos híradóját látják. Köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Május 18-a van Erik névnapja, ma van a múzeumi világnap és az internet világnapja. Most lássuk a nap kiemelt híreit röviden. Továbbra is tüntetnek a gazdák több városban is Szerbiában. Szabadka központja mellett az aluljáróban is lezárták az utat ma délután. Ítéletidő volt tegnap este Újvidéken, a parkolókban úsztak az autók, a pincéket és a raktárakat elöntötte a víz. Megnyitották a villanymotorok előállításával foglalkozó japán cég a Nidec szerbiai üzemét Újvidéken. Ma van a múzeumok nemzetközi napja, bemutatták a Szabadkai Városi Múzeum évkönyvét, a Múzeiont. A tüntető gazdák Szabadkán lezárták az Újvárosházánál lévő aluljárót a Pátria szálló és a Lidl között. Ezen a szakaszon se Szabadka központja, se Palics felé nem lehet közlekedni egyik irányból sem. A forgalmat rendőrök irányítják. Délelőtt 10 és fél 3 között a Strossmayer utcát blokkolták. Délelőtt 10 órakor a tüntető gazdák lezárták a Strossmayer utcát Szabadkán, azonban most már nem csak egy órára, hanem fél háromig nem nyitották meg a forgalom előtt. A tűzoltókat, mentőket, mozgássérülteket és a terhes nőket átengedték, mást azonban nem. Akik ebben az utcában parkoltak, a Gombkötő utcán keresztül tudtak csak kijutni. A gazdák abban reménykednek, hogy a tüntetéssel változtathatnak, mert más módot nem látnak. Mint mondták, a mezőgazdák helyzete kilátástalan. Prošle godine je ukazano na probleme. Vidimo da nema volje da se o tome priča i da se rešava. Mi smo primorani na ove mere i žao mi je što i deo građana mora da trpi ovaj naše iskazivanje nezadovoljstva, jer na drugi način, nažalost, ne možemo. Több követelésük is van. A legfőbb problémák, hogy az állam nem foglalkozik a fennálló mezőgazdasági gondokkal, és nem ismeri fel azokat. Valamint a környező országokhoz képest a mezőgazdaságra szánt költségvetés is alacsony Szerbiában, mondják. Alexander Vučić csütörtökön tárgyalt a szerbiai állattenyésztőkkel és tejtermelőkkel, némely követelésük kapcsán született is javaslat az állam részéről. Azonban a szabadkai tüntetés vezetője elmondta, ezek nem rájuk vonatkoznak. A mezőgazdasági egyesületek egy csoportját fogadta a szerb elnök, velük tárgyalt. A másik csoport, akik most több városban is lezárják a forgalom előtt az utakat, mint ahogy Szabadkán is, a mezőgazdasági termelők egyesületének egy másik csoportja. Mi nikakav nismo dobili poziv, niti dopis iz vlade Republike Srbije na pregovore i na dogovor. Mi što smo prošle nedelje podneli zahtev da se usvoji naše predloge, nikakav odgovor nismo dobili, niti poziv da se dogovaramo sa njima. Premijerka je nas oladila u ponedeljak, izbacila i ništa nam nije rekla da možemo da postigne se sve. Rekla da ćemo na godinu i da se mi smirimo i da se strpimo. A gazdák átvonultak az Újvárosházánál lévő aluljáróhoz, és lezárták a Pátria és a Lidl közötti útszakaszt. Azt, hogy meddig lesz ez így, egyelőre nem tudni. A tüntető gazdák azt mondták, hogy amíg nem kapják meg a követeléseiket, illetve amíg a kormány nem fogadja őket, addig itt maradnak. Az, hogy ez mikor fog változni, egy óra múlva, vagy csak egy nap múlva, azt még ők sem tudták megmondani. Jelenleg is zajlik a gazdatüntetés Szabadka központjában, a legújabb fejleményekről Lajkó Anettet kérdezem, aki a helyszínen tartózkodik. Szervusz Anett, vannak-e új híreid? Szia Gertrud, köszöntöm a nézőket. Itt vagyunk Szabadkán az Újvárosházánál. A tüntető gazdák, ahogy az anyagban is elhangzott, ma délután fél háromkor lezárták az Újvárosházától a Jován Mikity utcáig terjedő szakaszt. Ebbe beletartozik az aluljáró is, ami egyébként is egy kritikus szakasz az elmúlt napokban, hiszen ezen a részen felújítás zajlik. A gazdák egyébként nem tudják, hogy meddig maradnak itt a helyszínen. Azt mondták, hogy amíg a kormány nem teljesíti követeléseiket, addig mindenképpen folytatódnak a tüntetések, de hogy ez az említett szakasz meddig lesz lezárva, azt még ők sem tudják. Óriási fennakadásokat okoz egyébként ez a forgalomban. Szabadka kertvárosi részéből
nagyjából 45-50 percre van szükségünk ahhoz, hogy beérjünk a város központjába. Ez egyébként, ha nincs lezárás, akkor 10 perc alatt megtehető, úgyhogy forgalomkorlátozás van, rendőrök irányítják a forgalmat, és torlódások vannak a környező utcákban is. Lajko Anett, köszönjük szépen! Tárgyaltam néhány mezőgazdasági egyesület képviselőivel, és teljesíteni fogjuk a kérések nagy részét. Erről beszélt Újvidéken Alexander Vučić. A szerb államfő elmondta, hogy a megbeszélésen, amelyen jelen volt Ana Brnabić miniszterelnök és a kabinet több tagja, arra kérte a kormány tagjait, hogy már a mai ülésen vitassák meg, hogy mi az, ami megvalósítható mindebből, mert rengeteg pénzről van szó. Kiemelte, hogy az állattenyésztők és a tejtermelők esetében is eurómilliókról van szó. Erre pedig meg kell találni a forrásokat a költségvetésben, az államkasszában. Nem lehetséges garantálni a tej felvásárlási árát, ismertette közleményében a szerb kormány. Ugyanakkor a tárgyalások folytatására szólították fel a tiltakozó elégedetlen mezőgazdasági termelőket. Közleményükben az áll, hogy nem csak a tej felvásárlási árával, hanem egyik termékkel kapcsolatban sem tudják ezt biztosítani. Azonban minden más kérdésben készek asztalhoz ülni a mezőgazdasági termelőkkel. Ítéletidő volt tegnap este Újvidéken, 19 óra tájban hever zivatar érte el a várost, számos utcában esőtenger alakult ki. A parkolókban úsztak az autók, a pincéket és raktárakat elöntötte a víz. A rendőrség, a tűzoltóság és a parking szerviz közvállalat is a terepen dolgozott, az eső miatt ugyanis leállt a forgalom. A heves esőzés számos újvidéki utcát elárasztott. A forgalom is lassan haladt, számos helyen le is állt. A vízben elakadtak a járművek. A Lázár-Cár Sugár út és a Kolosszrbszkije Stara utca kereszteződésében is valóságos esőtenger alakult ki az est folyamán, amit a háta mögött látható sár is bizonyítja. Az információk szerint a lakosok itt már régóta panaszkodnak a víz elvezető csatornák állapotára. Hogy hogyan is úszott az egész környék, a következő felvétel fogja bemutatni. Ebben az utcában vízben úszott szinte az összes pince. Sasa cuccák raktárában, boltjában és könyvkereskedésében is nagy kár keletkezett. Egy éven belül ez már a második árvíz, ami az üzletét sújtotta. Takarítással, pakolással és kárfelméréssel kezdték a napot. Tek negde oko 11 ponoći, tako nešto smo uspeli da uđemo unutar objekata i da vidimo da je metar i po svuda bilo vode, da je voda odnela sve. Malo te nešto je moglo da se odnese, jedino je spašeno nešto što je bilo na visinama, na visokim policama. Procena štete još uvek nemamo, ali više milijonska je u svakom slučaju. Az Újvidéki Tűzoltó Szövetség elnöke, Sinisa Sávia stábunknak elmondta, hogy az est folyamán az önkéntes tűzoltó egységek is a terepen voltak. 14 szivattyúval és 35 önkéntessel segítették a tűzoltók és a rendőrök munkáját. Dejstvovali su do 4 sata jutros na više lokacija, najviše su intervenisali na području na limana 1, 2, 3, 4. A délelőtt folyamán a város minden pontján zavartalanul haladt a forgalom. Az utakon maradt sarat tisztították el, illetve az alaksori helyiségekben felgyülemlett víz eltávolításán dolgoznak. Megnyitották a villanymotorok előállításával foglalkozó japán cég a Nidec szerbiai üzemét Újvidéken. A befektetés értéke 250 millió euró. Az eseményen a szerb államfő Alexander Vučić, valamint Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke is jelen volt. A céget 1973-ban alapították Kiotóban, és ma már több mint 40 országban tevékenykednek. Világszerte több mint 120 ezer embert foglalkoztatnak. Az újvidéki üzem alapkövét 2021. novemberében helyezték le a 4-es ipari zóna területén. A gyár két részlegből áll, az elsőben az automotorok, míg a másodikban az inverterek és az elektronikus vezérlőegységek tömeggyártását végzik. We will strengthen our collaborative actions ties with the University of Novi Sad
and other academic research institute in Serbia. In fact, we have already started communication to outsource product material analysis and other works. It is in these and many other areas where we will strongly promote our business activity that contribution to both needed growth and the Serbia's economic development. A cég korszerű berendezéseket és gyártási folyamatokat alkalmaz, amelyek segítségével versenyképesek tudnak lenni világszerte. Ezek a befektetések járulnak hozzá leginkább, hogy Szerbia lakosai itthon maradjanak, mondta a megnyitón Alexander Vučić, szerb államfő. Pre samo 8 godina ovde nije bilo ni jedne fabrike. Bila je zaparložena zemlja. Svidelo se to nekom ili ne, govorim istinu. Pogledajte sada, jedna za drugom. Nikle su fabrike u međuvremenu koje su podigle i životni standard ljudi u zemlji i u Novom Sadu, koje su podigle ekonomiju Srbije, koje su nam omogućile da gradimo brzu prugu, pa danas iz Beograda u Novi Sad i ovde u Nidek dolazi deo ljudi brzim vozom Soko koji smo uspeli da napravimo u međuvremenu. A két részleg összesen mintegy 96 000 négyzetméternyi alapterületen fekszik és 1200 dolgozót alkalmaz. Elfogadták Magyar Kanizsa község középtávú a 2023-2025-ös időszakra vonatkozó munka és fejlesztési tervét a községi képviselőtestület mai ülésén. A tervben helyet kapott mások mellett a településrendezés, a gazdaságfejlesztés, a turizmus fejlesztése, az oktatás, a művelődés, valamint a környezetvédelem is. Tervben van továbbá a község területén a közvilágítás egy részének cseréje, ledes izzókat helyeznek majd a régiek helyére. Továbbá elfogadtak egy rendeletet, amely szerint emléktábla kerül a Magyar Kanizsai helyi közösség épületére. A középtávú tervben egyéb konkrétumokat is megfogalmaztak. Olyan lényeges projektumok megvalósításának enged teret, mint a Völgyesi vasúton áthaladó út biztonságos hetétele, a Magyar Kanizsai Egészségház működési költségeinek növelése, játszóterek kialakítása, bővítése is, új elemekkel való gazdagítása Martonoson, Horgoson, Oromhegyesen és Magyar Kanizsán. Oromon a járdák javítása, a Tótfalusi Művelődési Ház rekonstrukciója, a Tiszaparti medence karbantartása és a Magyar Kanizsai Fehér Ferenc utca aszfaltozásának befejezése. Hatékonyan és jól hasznosítja az Európai Uniós forrásokat Magyarország, jelentette ki Navracsics Tibor. Magyarország hagyományosan a legeredményesebb Európai Uniós tagállamok közé tartozik az uniós források felhasználása szempontjából, jelentette ki a magyar területfejlesztési miniszter Ajkán, ahol az egészségügyi infrastruktúra 200 millió forintos fejlesztése részeként több eszközt is átadtak. Hangsúlyozta, lehet, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek időről időre nem sikeresek a pályázat, de Magyarországon az önkormányzatok között pártpolitikai alapon nincs megkülönböztetés. Mint mondta, ezt mutatja az ellenzéki vezetésű Ajka számos nyertes projektje is, illetve az is, hogy Budapest, Miskolc és Pécs a kormány közreműködésével vehet részt a klímabarát önkormányzatok európai pályázatán, tette hozzá a miniszter. Navracsics Tibor kitért a védőnői szolgálat jelentőségére is, amelyre szavai szerint Magyarország hungarikumként tekinthet. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Hétfőn kezdődött és jövő keddig tart Óbecsén a Fantaszt nemzetközi zenei vetélkedő. Nem sikerült a kupadöntőbe jutása a TSC férfi labdarúgó csapatának. A híradó után ma is közügyek, kapcsolunk is Kartali Ritához. Szia, mivel készültetek ma? Szia, Gertrud, köszöntöm a nézőket. Mi is foglalkozunk a gazdatüntetésekkel. Szabadkán egész nap útlezárások voltak, kapcsolunk a helyszínre és megnézzük, mik a fejlemények. Várólisták alakultak ki a fegyvertartó széfek iránt az országban a szigorítások miatt. Beszámolunk arról is, hogy csökkent a tűzifa ára, viszont a lagzik jócskán megdrágultak. Utána jártunk, mennyibe kerül most egy vajdasági lagzi. Ma van a Múzeumok Világnapja, ezzel is foglalkozunk. Tartsanak velünk a híradó után. Köszönjük szépen!
Ma van tehát a múzeumok nemzetközi napja, így tökéletes alkalom adódott arra, hogy bemutassák a Szabadkai Városi Múzeum épkönyvét, a Múzeiont. A tudományos folyóirat a múzeum munkatársainak szövegeit tartalmazza. 20. alkalommal jelent meg a Szabadkai Városi Múzeum évkönyve. A gazdagon illusztrált kötet a tavalyi évben végzett múzeumi munkát mutatja be, tudományos közleményeket, szakcikkeket tartalmaz. 5 tudományos közleményt tartalmaz, ebből 4 eredeti tudományos közleménynek számít, egy pedig rövid beszámolónak, ezen felül pedig 2 szakcikket is közlünk. Ezek mind a munkánk, itt múzeumban végzett munkáknak az eredményei, és a kollégáink írásai. A Szabadkai Városi Múzeum számára az idei év az ünneplésről szól, hiszen maga az intézmény 75 éve viseli a nevét, 15 éve költözött abba az épületbe, ahol ma is található, illetve 20. alkalommal jelent meg a Múzeion évkönyv. A 15 év, a 20 év, illetve a 75 év, az ilyen szép kerek számok, és ennek okán is például a kolléganők, a művészettörténészeink, Minkov Kovacsev Olga és Ubica Vukovics Dúlis írtak egy nagyon szép összefoglaló szöveget arról, hogy a galéria és a múzeum első 6 éve hogyan nézett ki. A kiadványt az intézmény igazgatója, valamint Néla Tonkovics, a Kortárs Galéria kurátora, Papdi Izabella bibliográfus és Pein Attila, a Zentai Városi Múzeum igazgatója mutatták be. Hétfőn kezdődött és jövő keddig tart Óbecsén a Fantaszt nemzetközi zenei vetélkedő. A 10. alkalommal megszervezett eseményen az idén több mint 370 fellépő vesz részt, 6 ország 51 városából. Bálint András szerdán lépett a zsűri elé az óbecsei Fantaszt nemzetközi zenei vetélkedőn, Bachot, Mendelssohnt és Lisztet játszott. Hát a Liszt az olyan komoly, tehát ilyen művészies zenedarab. Mendelssohn a szép, nyugodt, csendes is, igen. A Bach az pedig olyan durvás is, ilyen egyhangú. Az óbecsei Peter Kónyovit zeneiskola 10. alkalommal szervezte meg a versenyt az alapfokú zeneiskolák növendékeinek. Az óbecsei származású Budapesten élő Szemendri Gábor zongoratanár több év kihagyás után az idén 3. ült a zsűri székbe. Azt kell mondjam, hogy az összbenyomásom az a vártnál sokkal jobb, mert a legfontosabb dolog tükröződik az eseményen, hogy a gyerekek szeretik a zongorát, a gyerekek szeretnek zenélni. A Topolyai Alapfokú Zeneiskola minden évben részt vesz a versenyen, az idén 12 diákjuk áll a zsűri elé. A zongoristáik az elmúlt 3 napban remekül szerepeltek, mind a 4-en első díjban részesültek. Az ilyen eredményekhez a tanároknak sokat kell foglalkozniuk a gyerekekkel. Ez azzal jár, hogy szombatokon is, akár vasárnap is gyakorolnak a gyerekekkel, sőt, szabadidejükbe bármikor behívják őket, és úgy gondolom, hogy itt a szülők is nagy támogatás, szülőktől is a nagy támogatás nélkül nem működne ez a dolog. 6 ország 51 városából több mint 370 hangszerszólista érkezett a versenynek helytadó Zlatna Obala szállodába, ahol több korcsoportban versenyeznek a diákok. Ono što mi vidimo s polja jeste muziciranje na instrumenta. U stvari ima puno dublji značaj za jedno dete u razvoju, zato što ono vežba koncentraciju, ono razvija maštu, ono se u stvari igra sa tim instrumentom i na neki način dočarava opis kompozicije koju je izabrao. Osim toga, se vežba koncentracija i negde gde on vežba i tu neku hrabrost da svira pred žirijem, pred publikom. Tako da je to sve jako dobro, zato što su to u stvari prioriteti jednog dečijeg odrastanja. A zongora és a hegedű mellett gitáron, klarinéton, tamburán és harmonikán is játszanak a versenyzők. A rendezvény kedden ér véget. Lemez bemutatóval egybekötött ünnepi hangversenyt adott a Proúrbe díjas Mécs Virág együttes a Zentai Művelődési Házban Oldhatatlanul címmel. A koncertet az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja rendezvénysorozat részeként tartották meg. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával vont el.
A Mécsvirág együttes fellépése volt az idei első program az Énekelt Versek Zentai Fesztiválján. Az együttes Petőfi Sándor verseiből készített egy énekes verses összeállítást. Az évforduló nagyon jó alkalom volt arra, hogy komolyabban is belefogjunk Petőfi versek megzenésítésébe, és hát azoknak a verseknek a felkutatásába, amelyek nekünk most mondanak valamit. Ugyanis nagyon sok szép Petőfi vers van, ami tetszik, és úgy bekerült a köztudatba, de ebben a pillanatban most milyen a kortárs Petőfi, ezt próbáltuk egy kicsit jobban láttatni. A fesztivál versenyprogramja pénteken kezdődik. A nevező előadóknak és együtteseknek 3 megzenésített verset kell majd előadniuk. Aki ismeri az Énekelt Versek Zentai Fesztivált, az tudja, hogy nagyon sokszínű, és nagyon igyekszünk minél több korosztályt megszólítani. Ezért van is van az, hogy gyermekprogrammal, versenyprogrammal, gálaműsorral és tájolással is készülünk, és pénteken versenyprogram veszi kezdetét, összesen 10 benevező csapat és szólista van, Vajdaságból, Drávaszögből és Magyarországról, és nagyon öröm a számukra, hogy Drávaszögből is eljönnek, hiszen még nem volt olyan év, hogy Drávaszögből jött volna csapat. A fesztivál gála műsorát május 20-án szombaton a Zentai Művelődési Ház színház termében tartják. A hagyományokhoz híven a Budapesti Kaláka együttes lép fel. Az est vendégei Grillos Dorka és Simon Kornél színészek lesznek. Nem sikerült a kupa döntőbe jutás a TSC férfi labdarúgó csapatának. A topoljaiak a TSC arénában 3-0-ra kaptak ki a Crvena Zvezdától. Zsárko Lazetić vezetőedző néhány alapember nélkül indított a piros-fehérek ellen, de ez a mérkőzés elején nem látszott, mivel az 5. percben Borján kapus Vukićot buktatta. A megítélt büntetőt maga a sértet végezte el, de lövését kifogta a belgrádiak kapusa. Mindössze egy perccel később Jovanović lépett meg a vendégek védelmétől, egy nagyszerű csellel becsapta a védőt, viszont lövése magasan a kapu fölé ment. A Zvezda a 35. percben jutott büntetőhöz, miután a játékvezető a videóbíró igénybevételét követően Cvetinović kezezése miatt 11-est ítélt. A büntetőt Kanga értékesítette, és így minimális belgrádi vezetéssel tértek pihenőre a csapatok. A második félidő első percében Kuveić adta el a labdát, Cvetinović pedig szándékosan állított meg egy biztos támadást, így megkapta második sárga lapját. A kiállítás után a Zvezda dolga könnyebb lett, az 56. percben Ivanić duplázta meg csapata előnyét. A végeredményt Kangva állította be a 70. percben egy újabb büntetőből. Da budem iskreni, imali smo puno sreće da utakmica ne ode u drugom pravcu u tom periodu nekih 30 minuta. Kad to je fudbal, kad oni to nisu iskoristili, onda smo mi postigli gol iz 11 terca, onda utakmica ide malo više nama u ruke i nismo mogli da očekujemo bolji početak nego ko što smo dobili taj, da kažem, crveni karton njihovog centralnog beka Cvetinovića, što totalno menja utakmicu, ubrzo postignu drugi gol i tu je već negde utakmica, da kažem, pod kontrolom. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója szerint néhány apró hiba és a kiállítás végérvényesen meghatározták a mérkőzés sorsát. Ebben a mérkőzésben sokkal több volt, most ezt a mérkőzést kicsit védekezőben játszottuk, ami szerintem jónak mutatkozott az első félidőben. A kihagyott büntető, amit ha értékesítünk, szerintem egy egész más irányba ment volna a mérkőzés, valamint hát egyes apró hibák, amik oda vezettek, hogy büntetőt fújtak ellenünk, és sajnos a Zvezda egy ilyen csapat, mint a Zvezda megvezetett. Második fél időben a kiállítás az szerintem egy nagy hiba volt a részünkről. Nem, valójában nem a kiállítás előtti szituáció, amikor eladtunk egy labdát. Hát attól a momentumtól úgy éreztem, hogy azért nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezt a mérkőzést megfordítsuk. A kupadöntőt egy hét múlva csütörtökön játsszák a TSC arénában.
A Manchester City 4-0-ra győzte le a Real Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján. Így 5-1-es összesítéssel jutott be a sorozat döntőjébe, ahol az olasz Inter lesz az ellenfele. Az angolok a mérkőzés kezdetétől mezőnyfölényben játszottak, sokkal nagyobb veszélyt jelentettek a kapura, mint ellenfelük. Ez meg is hozta az eredményt. Az első játékrészben Bernardo Silva kétszer is bevette Thibaut Courtois kapuját. A fordulást követően a Real többet birtokolta a labdát, de a City sokkal veszélyesebb volt a kapura. A második félidőben először Akanji növelte az angolok előnyét, a végeredmény pedig az Alvarez állította be a 91. percben. A Manchester City ellenfele az isztambuli döntőben az olasz Inter Milan lesz, amely a második elődöntős párharcban városi riválisát győzve jutott a fináléba. A döntőt június 10-én játsszák. Megtartották a Vajdasági Birkózó Akadémia kihelyezett tagozatának első edzését Csantavéren. Az első foglalkozásra sokan érkeztek. A település fiataljai körében nagy az érdeklődés a sport iránt. Nagy az érdeklődés a birkózás iránt Csantavéren. Németh Martin is kíváncsian érkezett a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány Csantavéri iskolájának első edzésére. Érdekesnek tűnik, mivel szerintem úgy valamennyire megtanít az önvédelemre. A folyamatos és szakmailag is magas szinten felügyelt foglalkozásoknak köszönhetően a gyerekek nem csak kikapcsolódási, mozgási lehetőséghez jutnak, de versenysportolókká is válhatnak. Én jártam judóra, és ottan vannak versenyek, és az nem nagyon tetszik, ezért kiiratkoztam onnan, és most ez jobban tetszik, mert úgy láttam, hogy sokkal jobb, többen vannak ezén, meg barátságosabb az egész. A szakmai stáb egyik feladata a délvidéki birkózóiskolák jellegzetességeinek megtartása. Balázs Lehel edző elmondta, a kezdetekben a gyerek képességeit mérik fel. Első körben általános dolgok, bemelegítünk, egy kicsit átmozgatjuk őket, megnézzük mi is az, hogy a korosztály milyen, kinek milyenek a képességei, az adottságai, ez majd az edzés folyamán látszódik. Játékos dolgok, inkább ilyen ügyességi, koordinációs dolgok körül majd nézzünk, és akkor egy pár dolog azért a fogás, a birkózással kapcsolatban is lesz, nyilván esések, alapfogások, lépések. A szakmai munka célja a gyerekek fejlődésének biztosítása, fizikai, technikai, taktikai képzettségének a maximumra való emelése. Továbbá az, hogy sikeresen be tudjanak épülni a különböző korosztályú magyar és szerb birkózó válogatottakba. Nem célunk, hogy az akadémián a csapatot építsünk, az akadémia egyéneket épít, ezért az elgondolásunk, hogy ezek a birkóziskolák, amelyivel gyökeret vernek egy-egy közösségbe, az elkövetkező időben akár önálló sportegyesületként is tudnak működni. Azokban a közegekben pedig, ahol már működő birkózó egyesületek vannak, ott pedig ezekben a birkózó egyesületekben majd beintegráljuk ezeket a gyerekeket, amikor elérik azt a szintet már, mikor versenyezni tudnak. Jó példaként említette továbbá az akadémia ügyvezetője a tavaly szeptemberben megkezdett munkát Kishegyesen és Bács-Fekete-hegyen. Mivel a szerbiai országos bajnokságon egy kishegyesi fiatal ezüstérmet szerzett. Csantavéren az edzéseket szerdán és pénteken tartják 17:30-tól. A sportolni vágyó fiatalokat továbbra is várják. A híradó végén nézzük még egyszer, melyek voltak kiemelt témáink. Továbbra is tüntetnek a gazdák több városban is Szerbiában. Szabadka központja mellett az aluljáróban is lezárták az utat ma délután. Ítéletidő volt tegnap este Újvidéken, a parkolókban úsztak az autók, a pincéket és a raktárakat elöntötte a víz. Megnyitották a villanymotorok előállításával foglalkozó japán cég a Nidec szerbiai üzemét Újvidéken. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, bemutatták a Szabadkai Városi Múzeum évkönyvét, a Múzeiont. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, hiszen rövidesen kezdődik hírháttér műsorunk a közügyek. Én legközelebb 8 órakor várom Önöket friss hírekkel. Viszontlátásra!